A varjú meséje. A még egy napból még egy év lett, és a varjú párt talált magának. Egy csinos kis oldalágon egy baromi ronda fészket raktak, olyan hevenyészet tákolmányt, amilyet csak a varjak tudnak. Persze a fa azt hazudta, hogy tetszik neki a fészek. Olyan boldog volt a társaságtól, hogy a hazugság a minimum. Igazából a legszebb ágát is örömmel odaadta volna érte. A varjú párja már a tojásokon ült, amikor megállt a fa alatt egy teherautó. A nagy fa még jól emlékezett, hogyan vágták ki a társait. Az is pontosan így kezdődött. Jött egy teherautó, berregett a fűrész, és a haverok már fel is voltak szecskázva. A nagy fa megborzolta a leveleit. Tudta, mit kell tennie. Ezt tettek, azt a fütyülős rézangyalát? Recs! És a legnagyobb, legszebb oldalága hatalmas recsenéssel a földbe csapódott. Pár centivel vétette csak el a kocsit és a benne ülő embereket. Az emberek fejcsóválva kikászálódtak a kocsiból, és fűrész helyett kamerát vettek elő a csomagtartóból. Pont időben, mert a fa már majdnem útjára indította a következő ágat. Az egyik bácsi, akinek szafári kalapja volt, természetfilmes volt. Kezébe vette a kamerát, a másik bácsi pedig kikészített neki egy irtó nagy létrát. Korhat már ez a dög, ki kéne csapni. Megtenné, hogy megvárja, míg elindítjuk a közvetítést. A természetfilmes bácsi a létrán felmászott a nagyfa ágai közé. Ez egy kicsit nehéz volt, mert a nagyfa nagyon magas volt, a bácsinak pedig szép kerek pocakja volt, amitől egyszer hátra is bucskázott. De nem esett le, mert a nagyfa egy ágával megfogta. Szimpatikus volt neki ez a bácsi. Érezte a fa, hogy a látogatója jó szándékú. Miután a természetfilmes felért a fa tetejébe, egy vastag kötéllel oda tekerte a kamerát arra az ágra, amin a varjúfészek volt. Így, né. Felvétel. Ezután következtek a legszebb és legboldogabb napok a nagyfa életében. A tojásból három fióka kelt ki, és a lombok megteltek madárhanggal. Hogy ez nem csipogás, hanem károgás volt, az a nagyfát egy cseppet sem zavarta. Örült a fa, örült a varjú, és mintha a város is valahogy mosolygósabb lett volna. Az emberek megálltak a fa alatt, és felnéztek rá. Mutogattak, izgatottan beszélgettek. A telefonjukat birizgálták, aztán megint felnéztek. Ettől a fa rájött, hogy a természetfilmes bácsi kamerája változtatta meg az embereket. Így volt. A kamera fel volt kapcsolódva az internetre, és élőben mutatta, hogy nevelkednek a varjúfiókák, hogy alszanak, hogy etetik őket, és hogy tanulnak repülni. Ez nagyon tetszett az embereknek, és nagyon tetszett a fának. Cseppet sem zavarta, hogy az örömében mások is osztoznak, mivel az öröm abban különbözik a számoktól, hogy akármennyivel el lehet osztani, akkor is ugyanolyan öröm marad. Így volt, így bizony. Ha nem hiszed, nézd meg a varjúkamera felvételeit az interneten, vagy menj el a szüleiddel az Erzsébet híd budai hídfőjéhez, és keressétek meg a nagy platánt a rudas fürdő mellett. Itt a vége, fuss el véle, kopasztóni felesége!